Ezúttal Rachmaninov második zongora versenyét tűzte műsorára, Megérthető zene című, rendkívül népszerű sorozatában a budafoki Dohnányi Zenekar. Az idei Zempléni Fesztivál záró napján lezajlott programnak vendége is volt Balázs János, Liszt és Kossuth Díjas zongora művész személyében. A zenei ismeretterjesztő előadáson most is a Zempléni Fesztivál művészeti vezetője Hollerung Gábor szórakoztató és informatív magyarázatai segítségével segítették a nagyszámú közönséget abban, hogy zenei és történeti tekintetben egyaránt értő füllel hallgassák a darabot. Tipikusan nem verbális, nem szavakkal megfogalmazható, egyszerű ellentétek, feszültség, feloldás, magasabb, mélyebb, gyorsabb, lassabb, ez a zenének a logikája, így értelemszerűen természetesen a zene megértéséhez szintén kell egy kitekintés, például ugye, hogy mi történik Európában, mondjuk pont a 19. században, és aztán persze a 20. század elején, ami ennyire megváltoztatja adott esetben évszázadoknak a relatív lassabb hömpölygőt, és ilyen távolságból alig változó gondolkodását, de mi elsősorban nem történelemről, nem társadalmi kérdésekről, bár ma például azért a közönség és a művészet viszonyáról érdemes beszélni, mert arról sokat változott a 19. században is, hatással volt adott esetben a művészek késztetésére, kényszereire is, de eredendően azért zenei dolgokról beszélünk azért, ami a zenei nyelvet igyekszik megmagyarázni, és igyekszünk, hogy is mondjam, azokat az érzelmeket, és persze azokat a hatásmechanizmusokat, amely a romantikus zene nagy erőt, szeretettel is tudatosan alkalmaz, hogy ezeket, ennek a mechanizmusait, és hát tulajdonképpen a bennük rejlő szándékot legyünk képesek a hallgatóság számára felmutatni. A budafoki Dohnányi Zenekar évek óta szervezi a magyarázatokkal színesített különleges koncerteket. A pandémia idején sem tartottak szünetet, akkor online folytatták ezt a sajátos ismeretterjesztő küldetésüket. A karmester mindezt így magyarázta. Szembe kell néznünk azzal, hogy a klasszikus zene közönsége fogy, és különösen a pandémia óta rendkívüli módon fogyott. Szembe kell néznünk azzal, hogy a fiatalabb generáció számára nincs annyira természetes út a komoly zenéhez, mint ezt mondjuk 20-25 évvel ezelőtt történt. Az iskolákban lényegesen gyengébb a zeneoktatás, lényegesen kevesebb helyen vannak igazán jó szakemberek, ha egyáltalán vannak. És tudomásul kell vennünk egy csomó dolgot, hogy a fiatalok nem tudnak félórás műveket erre figyelni, tehát át kell rendeznünk egy kicsit a gondolkodásunkat. A Megérthető zene is ebből a szempontból egy átmenet, és nyilván ez is lehet, hogy változni fog, hogy még inkább közeledjünk a fiatalokhoz, hogy egy félórás művet eljátszunk, de azt előtte azért valamennyire elemezzük és támpontot adunk, de mindenképpen azt gondolom, hogy a közönséget segíteni kell abban, hogy a komoly zenét szerethesse, mert nem az a kérdés, hogy nekünk lesz-e munkánk, vagy nem, megjegyzem, ez is zárójelben azért, ha okosak vagyunk, gondolunk erre, hanem az a kérdés, hogy az, amit a művészet, és főleg a nem verbális művészet képes nevezetesen érzelmekre tanítani az embereket, és egyébként olyan kommunikációra, amely kiveszőben van, szemedbe nézek, és látom, hogy mit gondolsz, és nem csetelek veled, hanem és kimerek mondani dolgokat, mert látom benned, vagy képesek vagyunk beszélgetni egymással. Ugye ez a fajta szociális kommunikációnak a egyre csökevényesedésében a nem verbális művészetek, és konkrétan a zene és a tánc elmondhatatlan erejű fegyvertény. A Zempléni Fesztivál keretében megvalósult koncert idén a Cifra György emlékév keretében jött létre.